Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Emléktűzgyújtással tisztelektek a Doni hősök előtt a pákozdi Donkanyar emlékkápolnánál. Az úrivi áttörés 75. a kápolna felszentelésének 25. évfordulóján. A pákozdi Mészekhegyen a Donkanyar emlékkápolnánál a Doni Bajtárs és Kegyeleti Szövetség és a Prohászka Ottokár cserkész csapat szervezésében 25. alkalommal tisztelektek a II. Magyar Hadsereg az Urivi hídfőnél a visszavonulásban és a munkatáborokban elesett közel 120 ezer magyar katonájának emléke előtt. Több mint 4 évtizeden keresztül beszélni sem volt szabad a Doni tragédiáról, a II. Világháborúról sem. Arról sem, hogy mi történt akkor. Az elhallgattatás, a hallgatás és a feledés volt a 44 évtized mottója. És 25 éve itt a Mészekhegyen emlékezhetünk, kötelességünk emlékezni és emlékeztetni a tragédiára 128 ezer magyar katona és munkaszolgálatos katona. Volt a veszteség, a 170 éves magyar honvédség, de talán az több mint 1000 éves magyar állam egyik legnagyobb vesztesége. Sok-sok negatív legendát és mítoszt is meg kellett cáfolni az elmúlt években, évtizedekben, hogy milyen volt a felszerelés, hogy milyen felkészültséggel érkeztek oda a katonák, hogy az ellenféléhez képest valóban az a felszerelés és az a fegyverzet az nem volt elegendő. De a katonák hősiesen harcoltak, és nekünk az a kötelességünk, hogy emlékezzünk, emlékeztessünk, és ezt emlékezés kötelességet a gyermekeinknek és unokáinknak is átadjuk. Az arándok helyen a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnoksága, Fejér megye, Székesfehérvár és Pákozd önkormányzatának képviselői mellett a Doni áldozatok hozzátartozói, leszármazottai is főt hajtottak az emléknapon. Rendkívül nagy öröm számomra azzal együtt, hogy eltelt az ember életében 25 esztendő, de ez olyan fantasztikus időszaka az életemnek, amit azt hiszem, hogy nagyon nagy büszkeséggel és örömmel köszönhetek meg a jó Istennek. 1988-ban az év végén Fehérváron járt Serfőző Simon, és ott felolvasta a Feledésből az emlékmű című versét, ami egy fantasztikus számonkérés, ami még szégyen érzetet is kelthet az emberben, hogy lehet az, hogy 130 ezer magyar katona halottnak mi Feledésből emeltünk emlékművet. Amikor hazafele mentem erről az ír-olvasó találkozóról, a város főterén megszólalt fölöttem a Barátok templomának a harangja, és abban a pillanatban tudtam, hogy mi a kötelességünk, mit kell tennünk, konkrétan azt, hogy zarándokutat kell szervezni a Donkanyarba, ami nagyon komoly nehézségek és sok-sok küzdelem, és mondhatom azt is, hogy megpróbáltatás után végül 1991-ben sikerült. Először 40, aztán 30 zarándoktársamat kivittem a Donkanyarba. Azt a kopjafát szerettük volna kivinni, ami itt áll a Donkanyar kápolna mellett, de ezt utolsó pillanatban nem engedték, nem engedélyezték. Azért nem nagy baj ez, és nem volt nagy szomorúság, mert ott kint azt láthattuk, hogy és azt tapasztalhattuk, és az volt a tanulsága ennek az útnak, amikor bejártuk az egykori magyar, második magyar hadsereg front szakaszát, 200 kilométert, hogy nem ott kell nekünk egy kegyeleti helyet létrehozni, már csak azért sem, mert akkor még kiutazni sem volt egyszerű dolog Szovjetunióba, hanem itthon. Hála Istennek segítettek fiatal tervező mérnökök abban, hogy ez a kápolna itt a pákozdi Mészekhegyen valósuljon meg. Létrehoztam a Donkanyar kápolna alapítványt, aminek aztán az lett a végeredménye, hogy 93-ban Göncz Árpád köztársasági elnök fölavathatta, és
dr. Takács Nándor megyéspüspök úr felszentelte ezt a kápolnát. Ezen a kis dombon 5000 ember volt. Nem csak az országból, hanem azt mondhatom, hogy határon túlról is, sőt a világ minden tájáról érkeztek ide akkor emlékezők, hiszen valóban a feledés emlékműve és az elhallgattatás és a mi némaságunk után ez volt az első igazán komoly megemlékezés, és talán egy kicsit a II. Magyar Hadsereg tagjainak, a hadiárváknak, hadiözvegyeknek a rehabilitálása is. Azóta én most már nyugodtan merem mondani, hogy ez egy nemzeti zarándokhely lett, ez a Donkanyar kápolna. Amit én megtapasztaltam már rögtön a kápolna fölépítése után, amikor itt naponta tapasztalhattuk azt, láthattuk azt, hogy a világ minden tájáról érkeznek nagyon-nagyon boldog emberek, hogy végre van egy ilyen Magyarországon, és végre van egy hely, ahol letehetik a koszorúikat, a virágokat, gyújthatnak egy szál gyertyát, és megvalósulhatott az, amit sokan szerettünk volna, és sokan vágytak arra, hogy a II. Magyar Hadsereg hősi halottai lélekben hazatérjenek, és hazatérjenek a mi lelkünkben. Ezért nagyon fontos ez az emléktűzgyújtás itt minden esztendőben, ami meggyőződésem, hogy nem csak nekünk, felnőtteknek vagy az idősebbeknek jelent nagy élményt, hanem most már biztos vagyok benne, hogy a fiataloknak is, akik köszönhetően egy kicsit a Doni Bajtárs és Kegyeleti Szövetségnek és mindazoknak, akik szívükön viselik ennek a hadseregnek a sorsát, most már tudják fiataljaink is, hogy miről van szó. Akiket vesztettünk, azokért éneklünk. A hagyományokhoz híven a történelmi egyházok képviselőinek ökumenikus imádsága is emelte a kegyeleti visszaemlékezés méltóságát a nemzeti sorstragédia 75. évfordulóján. Tisztelettel emlékezünk a hősökre, és örömmel emlékezünk azokra, akik ezt a kápolnát megteremtették, akik harcoltak azért, hogy ez létrejöhessen, és akik mind a mai napig azt gondozzák, kápolják, őrzik, védik, és gondoskodnak arról, hogy mindig méltó állapotban tudja fogadni az ide látogatókat. Egy hely, ahol méltó módon emlékezhetünk, fejet hajtatunk a hősök előtt, azok előtt, akiktől tanulnunk kell a hazaszeretetet, az önfeláldozást, a hősiességet, a nemzettel szembeni nagy lelkűséget, hogy amit megtanultunk, aztán magunk is a hétköznapi életben, mindennapjainkban tudjuk a magunk életében is megvalósítani, hiszen nemzetünkért, hazánkért ma is meg kell vetni a lábunkat, ma is ki kell állnunk, ma is vállalnunk kell azt a harcot, amely ezt az országot és ezt a nemzetet meg tudja tartani magyarnak. A II. Magyar Hadsereg 207 000 fővel vonult ki a keleti frontra. 1943. január 12-én, majd a visszavonuláskor beteljesedett a magyar történelem legnagyobb katonai vesztesége. 120 000 magyar honvéd halt hősi halált. A Doni csata 75. évfordulóján vers és prózamondó versenyt hirdetett a Vörösmarty Társaság. A verseny alapja az Ének a Don hőseiért antológia volt. A győzelmet Jónás Olivér és Váradi Imre szerezte meg a szakmai zsűri döntése alapján. A Vörösmarty Társaság negyedszázada gondozza a Doni hősök emlékét. Ebben az esztendőben először az úrivi áttörés áldozatainak emléke előtt tisztelegve Babori Zoltán Jósika Miklós díjas költő felhívására vers és prózamondó versenyt rendeztek Székesfehérváron. 1989-ben járt itt Serfőző Simon, és elhangzott a Feledésből az emlékmű című verse. Itt Székesfehérváron tulajdonképpen ez a vers indította el azt a folyamatot, ami egyrészt a Doni zarándokutakat jelentette, másrészt pedig az, hogy fölépült Pákozdon Székesfehérváron a Donkanyar emlékkápolna. És hát a Doni Bajtárs és Kegyeleti Szövetség természetesen mindent megtesz ennek a
hősi hadseregnek az emlékezetét fönntartani és emlékeztetni a hőseinkre. Nagyon sok rendezvény van ennek érdekében, és most többek között így az évfordulók kapcsán ez a vers és prózamondó verseny, aminek nyilvánvalóan az emlékezet megtartásán az az egyik célja, hogy a fiatalokat bekapcsoljuk ebbe a rendezvénysorozatba, a fiatalok ismerjék meg ennek a hősi hadseregnek helytállásának a sorsát és dicsőségét. Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész számára az emlékezés alapja Sobor Antal írói életművének egyik legkiválóbb novellája, Az éjjel hazamentek a katonák. Mindenképpen van áttörés, hiszen itt van a Mészekhelyen a Donkanyar kápolna, Bogori Zoltán annak idején zarándok utakat szervezett a Donkanyarhoz, de hozzáteszem, hogy a Pergőtűz meg a 60-as évek végén, mondjuk Nemeskürti könyv előtt volt egy Fehérváron élő író, Sobor Antalnak hívták, aki a 60-as évek elején megírta az Éjjel hazamentek a katonák című fantasztikus elbeszélését. Ez a kortárban megjelent, nem sokkal később a Magyar Rádió is rádiójátékot készített belőle, és ebben a novellában Sobor Antal szerintem messze megelőzve nagyon sok művészt és írót, bizony egy nagyon modern feldolgozásban ezt a témát helyezte a középpontba. Sebestyén Jáger Orsolya. Nagymama még évről évre. Nagymama még évről évre legszebb ruhájában indul a Mátyás templomba az emlékmisére. Fölötte szürkén hullik az ég. Régóta nem beszéltünk róla. Csak a szemek sarkában gyűlt össze a bánat, s mint messziről hazajáró vendég, üres fiókok mélyén lapult meg az emlék, mely körülölelte a hajdan volt katonákat. Bronszki, Kurszk, Uriv, Rutkino. A távolság testet öltött, mint hirtelen vadállat. Hol őrizték szívükben a búcsút, a csókot, mint elúszó égen egy messzi zászlót, míg meneteltek szótlan, üres sorokban, és mind fogytak köztük hazatérni várók. Nagyapám nem ment, nem mehetett. Egy távoli katonakórház néma zugában, bal karjában hordta a gránát ejtette sebet, és feküdt a szilánkok égette ismeretlen lázban. Nem tudom, ki ment el nagyobb a helyett, de azt tudom, kinek köszönjem, hogy egy csöndes nyári estén bicegve érkezett haza nagyapám, a beteg katona, és így anyám e világra születhetett. Nagymama még évről évre, mind őszebb hajjal indul a Mátyás templomba az emlékmisére, és mint fátyol szál körötte legszebb ruhája. Indul, hogy sírjon a százezrek után. Még elnézem őt, az ablak csupa pára. Míg elnézem őt, a szemem csupa pár. A verseny alapja az Ének a Don hőseiért antológia, amelyben többek között Sinka István, Csóri Sándor, Serfőző Simon, Utasi József és Sobor Antal idézi meg a nemzeti sorstragédia szenvedéseit a harctéren és itthon a hátországban. Én szerettem volna egy kicsit most emlékezni rájuk, szerettem volna átérezni, hogy milyen is volt akkor azoknak, akik itthon maradtak, és azoknak is, akik elmentek és nem tértek többé haza. Én Sebestyén Jáger Orsolya Nagymama még évről évre című versét fogom elmondani. Ez arról szól, hogy ennek a hölgynek a nagypapája nem tudott elmenni végül is oda, arra helyre, és végül ő otthon maradhatott, és így megszületett édesanyja, és végül is megszületett ő maga a költő.
A második magyar hadsereg sorsát, hősi pusztulását először az évtizedes hallgatást megtörve Nemeskürti István és Sára Sándor idézte meg, hogy aztán a feledés emlékművét Serfőző Simon költőtársaival együtt lerombolja, és békét költöztessen a lelkünkbe. Tócsvai Béla volt a vendége az idei Királykúti Esték programsorozatnak. A Kossuth-díjas legenda lélekig hatoló dalai teltházat vonzottak. Téged, tavasz lesz már, szőke leányra, barna vegényre, szerelem tündér, rátalál. Nem az a jó, ha szeretnek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Nem az a jó, ha szeretlek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Táncol a lányka, fordul a párja, tavaszi réten vég a tánc. Szőke leányra, barna legényre, szerelem tündér, rátalál. Nem az a jó, ha szeretnek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Nem az a jó, ha szeretlek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Szép leányka, légy a párom, erre kérlek téged. Boldog lennél, indel néken, ha szerethetnélek téged. Szőke leányra, barna legényre, szerelem tündér, rátalál. Nem az a jó, ha szeretlek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Nem az a jó, ha szeretnek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Nem az a jó, ha szeretlek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Nem az a jó, ha szeretlek téged, csak az a jó, ha te is szeretsz. Rendhagyó előadással folytatódott az új évben a Királykúti Esték, Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész portrébeszélgetés sorozata. Tócsvai Béla, a Kossuth díjas zeneszerző, énekes, önálló estjén a Lélekdal című összeállításával idézte meg azt az 50 évet, amit, ahogy ő mondja, azzal töltött, hogy Magyarország szeretett halommá váljon. Számomra mindig nagyon élményben Tócsvai Bélát hallgatni, és eszembe jut, hogy először 1971. március 15-én találkoztam a Tócsvai Trióval Bakonycsernyén, és hát azóta folyamatos ez a kapcsolat, hiszen, mint tudjuk, másfél évtizedre ezelőtt Fejér megyébe költött Pázmánra, és olyan fontosnak tartom azt a fajta tevékenységet, amit ő folytat. Egyéb iránt idén egy jubilomnak is tanulni lehetünk, hiszen 50 éve nyerte meg a Tócsvai Trió a Ki mit tudott, és azt hiszem, hogy az elmúlt fél évszázadban az a zene, amit ők produkáltak és amit ők képviselnek, az nagyon fontos része az egyetemes magyar kultúrának. Napnak a ház az égi hazában, táncol az ég közepén. Fényes a háza, aranya táncol, táncol az ég közepén. Neked is lesz házad az én hazámba, amiről álmodom én. Felépül a házad a földi hazámban, a két kezemmel csinálom én. Boldnak a háza az égi hazában, táncol az ég peremén. Fényes a háza, ezüst a táncol, táncol az ég peremé. Nekem is lesz házam az én hazámba, amiről álmodom én. Felépül a házad a földi hazámban, a két kezemben csinálom én. Han, tan, té,
tikkétak, rá a la ba la ba. Buj, buj, szöldák, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Hát tép le a fáról, az égig érő fáról, elvarázsolt fáradat, az almává varázsolt válom, beli házat, teremt meg önmagad, és neked is a házad az én hazámba, amiről álmodom én. Felépül a házad a földi hazámban, a két kezemben csinálom én. Add uram vissza a szembecsülését ennek a jó népnek. Vissza a tisztességet ennek a jó népnek. Add uram vissza az igaz hitét ennek a jó népnek. Add uram vissza az önbecsülését ennek a jó népnek. Mert ég szülte a földet, föld szülte a fát, fa szülte ágát, ága szülte bimbaját, bimbaja szülte virágát, virág szülte Ilonát, Ilonát a tündér, tündérek királynőjét, ennek a földnek egyetlen birtokosát. A lélekdal est egy olyan világba kalauzolt el bennünket, amelyre vágyunk, amiben reménykedünk, amiben nincs semmi bonyolult, semmi fenkölt. Egyszerű, egyszerű, valóságos, és Tolcsvai Béla ezt kínálja. Ez a lélekdal, ez egy cím, és egy olyan összefogó dolog, ami tulajdonképpen bármelyik dalomra rá lehet fogni, de én most megpróbáltam úgy összeállítani egy csokorra, hogy mégis az, amire talán éhesek az emberek, mert a világban ma úgy érzem, hogy a lélek az egy kicsit háttérbe szorul. Én meg egyre idősebb vagyok, és egyre jobban arra figyelek, hogy mi van belül, és hogy mi rezzen az emberekre. Mindig olyan világba kalauzolsz el bennünket, amit valljuk meg, hogy vágyunk, hiszen az az egyszerű, egyszeri, nagyon is valóságos, és ma, mintha ez hiányozna a 21. században. Mindenki számára szabad, választható út. A muzsikus az egy olyan rezgéssel rendelkezik, hogy talán szenzibilisebb akad, és érzékenyebb, és megmeri fogalmazni azon dolgokat, amire talán mindenki vágyik. A MERSZ nem hiányzik nyilvánvaló, az viszont fontos, hogy egyre többen térnek vissza azokhoz a gondolatsorokhoz, amelyeket te sugalsz, amelyeket esztendőről esztendőre, koncertről koncertre hallhatunk tőled. Jól van ez így? Én nem tudok megváltozni, én nem tudok kibújni a bőrömből. Én ugyanazt tudom mondani állandóan. Arra nagyon-nagyon félve megyek minden alkalommal oda, hogy vajon ma még kíváncsiak-e erre. Minden egyes előadáson én lámpalázos vagyok, hiszen ennek a közönségnek én ma ebben az összetételében először játszom. Minden előadás az első. És úgy kell muzsikálni, hogy meg kell hódítani ennek a közönségnek a lelkét, a rezgését, hogy együtt rezzenjünk. Ha ez szeret, ha két nem, akkor lesz belőle igen. Sok éve már, de egy pillanat, tudom, nem felejtem el, soha én nem szerettem. A holdnak fénye, igen ő volt, igen ő volt, aki látta, akit én
szerettem. Már máshol élek, ahol ő nem jár, de néha egy percre újra rám talál. Mert bennem él az a pillanat, mikor átölelt először, akit én szerettem. Már máshol élek, ahol ő nem jár, de néha egy percre újra rám talál. Mert bennem él az a pillanat, mikor átölelt először, akit én szerettem. Mert bennem él az a pillanat, mikor átölelt először, akit én szerettem. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, találkozunk jövő héten kedden, ugyanitt, viszontlátásra!